Ugyancsak ennél az oktatási intézménynél maradunk, a Bábesbolyai Tudományegyetem megkérdőjelezi a romániai egyetemeket osztályozó és rangsoroló tanügyminisztériumi módszertant. A következő percekben erről lesz szó dr. Marko Bálintot. Köszöntöm, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlöm a nézőket! Nos, ha jól tudom, akkor ez egy hosszú történet, hogy alakulgat egy olyan entitás, amelynek a feladata ez lett volna, vagy lenne, hogy rangsorolja az ország egyetemeit. Erre miért van szükség, és hogy néz ki az, amivel most előálltak? Igazából a tanügyi törvény írta elő azt, hogy az egyetemeket valamilyen szinten osztályozni, rangsorolni kellene. Ugye elsődlegesen oktató, oktató és kutató és kiváló kutató egyetemek kategóriába lehetne őket osztani, illetve azt is, hogy ehhez bizonyos jogosítványokat lehetne illeszteni, mint például az, hogy doktori programokat csak bizonyos egyetemek indítsanak, magiszteri programokat, mondjuk nyilván egy picit több egyetem, és akkor legyenek olyan egyetemek, amelyek akár úgy is nevezhetnék, hogy lokális egyetemek, vagy helyi egyetemek, amelyek tényleg csak az alapképzési programokkal elégítsék ki a helyi, mondjuk az, hogy munkaerőpiaci igényeket. Nos, erre az igényre, ami a törvényben, mint ahogy említettem, megfogalmazódott, született többféle megoldás. Ugye van egy törvény, ami azt mondja, hogy valamit kell csinálni, ehhez kell egy metodológia, egy megvalósítás. És hát ez a megvalósítás, ez nagyon sok filozófia mentén alakult, de egészen tavalyig a filozófia nagyjából mégis az volt, hogy valahogy próbáljuk egy picikét, ha nem egyéb, mímelni azt, ahogy a nemzetközi, és nagyon fontos, ezt kihangsúlyozom, tőlünk független minősítők minősítik általában a felsőoktatási intézményeket. Nos, ez elég gyökeresen megváltozott ebben az évben. A tanügyminisztérium valami olyasmivel állt elő, ami az az érzésünk, hogy igazából mint egy feloldja a kiválósági kritériumokat, sőt a kiválóságnak mondjuk azt, hogy némileg ellentmond a kritérium rendszerével, és inkább azt próbálja megcsinálni, hogy valamiféle mindenki jó a maga szintjén típusú osztályozással jönni, ahol mindenkit úgy szépen összenyomni, a kicsi kedves meleg csoportban leszünk, és senki ne lógjon ki, ne legyen túl jó, vagy ne legyen túl gyenge. Úgy kommunikálták, hogy ebben valamiféle hátsó szándék sejthető. Hát nagyon sokat nincs, amit itt ezen gondolkodni, nyilvánvalóan, hogy ez mindig az anyagi forrásokra vonatkozik legtöbb esetben. Mit történhet, amennyiben ez így marad? Igen, hát nyilvánvaló, hogy minden osztályozásnak lehetnek, és egészen biztosan, hogy lesznek is valamiféle pénzügyi következményei. Ezek lehetnek olyan jellegű következmények, hogy ennek mentén adnak vagy nem adnak ingyenes helyeket, ami, hát tudjuk azt, hogy az ingyenes hely az gyakorlatilag az egy pénzügyi, mondjuk azt, hogy eszköz, hiszen azzal jön egy támogatás, adhatnak kiegészítő támogatást ennek mentén, és még így tovább. Amit fontosnak tartok itt kiemelni, az, hogy a jelenleg tanügyminisztérium által erőltetett osztályozás, mert igazából beszélünk egy egyetemek osztályozásáról és a tudományterületek rangsorolásáról. Vegyük a kettőt sorba, és mondjuk el talán konkrét dolgokat ahhoz, hogy legyen látható, hogy miről is van szó. Főleg ami a mutatókat illeti és a különböző vonatkozásait. Hát például az egyetemek osztályozásánál a nemzetközi minősítők azok nagyon sok esetben kifejezetten arra térnek ki, hogy az egyetemek vagy a felsőoktatási intézmények mennyire láthatóak nemzetközi szinten. Tehát ez az, ami a legfontosabb mutató, ha egy intézmény látható, megjelenik, és ez ugye például a tudományos publikációk, de nem csak más projektekben való részvétel. Így van, ha megjelenik nemzetközi szinten, akkor ez azt jelenti, hogy az az intézmény valami olyasmit tud csinálni, amivel ki tud lépni a saját, mondjuk az, hogy helyi kereteiből, és egyszerűen belép egy nemzetközi szintére, ahol már ugye verseng a diákokért, bármilyen országból is jöjjenek ezek. Nos, ezt nagyjából minden nemzetközi minősítő hasonló indikátorokkal, minősítő jelzőkkel például méri fel. Például nemzetközi publikációknak a mennyiség, ezeknek a minősége, a kitüntetett oktatóknak a száma, az oktatók citáltságának, tehát magyarán idézettségének a mértéke, a bevonzott egy bonyolult rendszer egyébként, ugye az akadémiai életben ezek napirenden vannak, a kutatók nagyon pontosan tudják, hogy mit kell teljesíteniük. A nagyobb nyilvánosságnak van talán kisebb rálátása arra, hogy ez tulajdonképpen hogyan néz ki. Pontrendszerek vannak, ahogy említett, a publikációk is minősítve vannak, nem mindegy, hogy az ember milyen folyóiratban publikál. Szóval ezt fölülírná az a fajta minősítési raster, amit most
Igen. Javasolnak. Igen, egyértelműen, tehát ők beemelnek, tehát a tanügyminisztérium által előállított metodológia, ami lesepri az előző metodológiákat, az előző módszertanokat, és ez azért fontos elmondani, mert az előző módszertanoknak az összeállításában például én személyesen is benne voltam, de nem az én személyem a fontos, hanem az egyetemek aktívan részt vettek ebben, most őket félretették, mi csak egy vagyunk a potenciális konzultálandó partnerek közül. Van egy belső kör, aki dolgozik ezzel a módszertannal, és ebben a módszertanban olyan nagyon furcsa kritériumok jelennek meg, mint minősítő, tehát mint a minőséget kiemelő kritériumok, a termek száma, vagy a bentlakási helyek száma. Ezek kétségtelenül fontosak, de amikor egy diák azt nézi, hogy melyik egyetem jobb, akkor már engedtessék meg nekem, én nem hiszem, hogy amentén dönti el, hogy egy egyetem jobb-e vagy sem, hogy több terme van vagy sem. Ez hát kétségtelen egy fontos dolog. Hál' Istennek, mert nem gond, hogy nem. A pad hogy néz ki. Pontosan, tehát ezek akkreditációs kritériumok, amik az akkreditációs bizottság számára elmondják azt, hogy az illető intézmény rendelkezik azzal az infrastruktúrával, hogy megvalósítsa az oktatást. Arról azonban semmit nem mondanak, hogy milyen oktatás zajlik ott. Ugye hadd említsük meg azt is, ha már a termeket említi, hogy bevonták partnerként a romániai felsőoktatás minőséget biztosító ügynökséget, ez az Aracis néven ismert entitás. Ők ugye nagyon fontos szerepet játszanak az akkreditációs folyamatokban, és hát pontosan azokat a tételeket követik, amelyeket említett, termek száma, felszereltség, tehát hogy valahogy az infrastruktúrális és az intézmény koherencia szempontjait érvényesítik. Milyen egyéb gubancokat okoz ennek az entitásnak a partnersége? Nem mosódnak-e össze folyamatok? Természetesen, tehát igazából gubancot nem kéne okozzon, viszont ahogy megnézzük ezt a bizonyos listát, ahol ott vannak ezek a minősítő jelzők, akkor egyértelműnek tűnik nekünk, hogy igazából az akkreditációs bizottságnak mondjuk azt, hogy indikátorait alkalmazták, tehát egy picikét, és nem is picikét, ezt idézőjelben mondanám, átfed az akkreditációs kritériumrendszer a minőséget mutató kritériumrendszer, aminek a kettőnek azért gyökeresen el kéne térnie egymástól, tehát, hogy is mondjam, énekelni bárki tud, meg elmondhatjuk azt, hogy igen, egy minimális kritériumot megszabunk, hogy ki az, akire azt mondjuk, hogy tud énekelni, de ettől még nem lesz mindenki Pavarotti. Tehát, hogy a kettő az két különböző dolog. Tehát a Pavarottik azokat már másként minősítik, ott nem azt nézzük meg, hogy tud-e énekelni vagy sem, hanem azt, hogy tud énekelni. Nos, nekem az a félelmem, hogy ezzel, hogy bevonták őket, és ahogy bevonták őket, mert az, hogy bevonták, még önmagában nem lenne baj, de ahogy bevonták őket, az lesz az eredménye, hogy ebben az országban mindenki nagyon jó. Ami klassz lesz, elmondjuk egymásnak, hogy mi mind nagyon jók vagyunk, és mindenkinek gratulálunk majd, de igazából ez egy középiskolás diáknak, amikor majd döntenie kell, ez csak azt tudja mondani, hogy ezek megint nem tudták elmondani, hogy ki itt a jó és ki nem, és ő köszöni szépen, ő majd eldönti és elmegy majd Oxfordba, Cambridgebe, ahogy a matek olimpián résztvevő hazai versenyzők, vagy még nagyon sokan mások ma már egyre inkább ugye külföldre tájékozódnak. És nekünk ezzel kellene szembe menni, ki kéne emelni a kiválóságot, és nem kell büntetni senkit, csak el kell tudni mondani azt, hogy vannak lokális egyetemek, amelyek a helyi érdekeket szolgálják, vannak ha tetszik, országos egyetemek, amelyek bevonzák, ahogy ezt például nálunk tudjuk ma már, hogy bevonzuk Észak-Moldovától, tehát mondjuk Bukovinától, egészen Temesvárig, nagyon sok felülről vonzunk be diákot. Tehát tényleg országos egyetemként tudunk működni. Ezek fontos különbségek. Ugye azt is mondták, közben egyébben is gondolkodtam, de ezt még hadd mondjuk el, hogy százalék arányban az, ami a versenyképességet jelző mutató, hogyan módosul. Tehát amíg a korábbi úzus, az kb. 80%-ban tartalmazta ezeket a mutatókat, az új módszer szerint ez radikálisan módosulna. Igen, hát jól mutatja azt, hogy mennyire másként fogjuk fel azt, hogy mi a jó, hogy amíg a nemzetközi minősítők által alkalmazott kritériumrendszernek mondjuk az, hogy 80%-a az kifejezetten olyan mutató, amely úgynevezett kiválósági mutató, a nemzetközi láthatóságot minősíti, az oktatóknak a teljesítményét minősíti objektív módon, addig ugyanezek az indikátorok az új módszertanban egy olyan 20-21 néhány százalékban lelhetők fel. Az összes többi, tehát a 80 vagy 70 százalékát
a tanügyminisztérium által előterjesztett indikátorlistának olyan mutatók töltik ki, ami köszönő viszonyban nem állnak a nemzetközi szinten alkalmazott minősítő rendszerekkel. Ismétlem, ez körülbelül olyan, hogy mindenki tudja azt, hogy milyen egy jó autó, és én hazajövök és azt mondom, hogy habár körülöttem mindenki azt mondja, hogy ez a jó autó tőlem függetlenül, valójában én eldöntöm, hogy az nem egy jó autó, hanem ez, amit én itthon fabrikáltam a sufniban, na ez az igazi autó. Lehet, hogy igazam van, de én azt sejtem, hogy nem nagyon. Igen, hát ez olyan időkre emlékeztet, amit talán nem kívánnánk vissza. Hol áll ez az ügy per pillanat? Hát úgy áll, hogy ugye a tanügyminisztérium, illetve ez a bizottság, ez, ahogy mondtam, a tavalyi javaslatokat és munkát úgy, ahogy van, leseperte az asztalról, újraindult ez az egész dolog. Megfogalmazódott egy kritériumlista, amit közvitára bocsájtottak, ez jelen pillanatban közvita alatt van. Mi erre reagáltunk, és azt mondtuk, hogy szerintünk ez egy nagyon elhibázott minősítési elképzelés. Tudni kell azt is, hogy nem csak mi mondtuk ezt, hanem ehhez csatlakozott ma már a Bukaresti Egyetem, illetve a háttérben ott van a másik három nagy egyetemnek is, tehát ugye van ez az Universitária Konzorcium, aminek tagja a BBT-je, és mellett ennek tagja a Bukaresti Egyetem, a Temesvári Egyetem, a Jasi Egyetem és a Bukaresti Közgazdaságtudományi Akadémia. Nos, végül is ez a konzorcium, a nemrég lezajlott konzorcium gyűlésen, ami itt volt Kolozsváron, már megfogalmazott egy rövid állásfoglalást, amiben azt mondta, hogy ez egy nagyon szerencsétlen megközelítés. Mi ezt hát ezt képest nagyon erősen fogalmaztak azért. Igen, mert hogy úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon komoly dolog, amihez nem szabad csak úgy hozzányúlni, mert ezzel az amúgy is törékeny és sérülékeny romániai felsőoktatást nagyon komolyan lehet tovább sérteni és rontani. Ugye korábban arról beszéltünk, hogy nemzetközi entitások vannak, működnek, rangsorolják a világban működő egyetemeket, hogyha jól tudom, ez valami 27 ezer körüli oktatási intézményt jelent, tehát körülbelül ennyi egyetem működik a világon, és épp ma lehetett erről olvasni, hirdattak maga az egyetem, hogy a Shanghai lista, ez az Academic Ranking of World Universities által összeállított rangsor, amelyben a Bábesbolyai Egyetem a legjobb 200 közé tartozik. A közigazgatás doméniumban. A közigazgatás doméniumban. Így van, itt ezt ki kell hangsúlyoznom azt, hogy ez azért is nagyon örömteli, különösen most felvételi időszakban, mert ebben az évben indul el Kolozsváron magyarul is a közigazgatás szak, alapképzés és magiszteri képzés. Eddig ez létezett Szatmáron és Sepsiszentgyörgyön, és az idéntől Kolozsváron is elindul magyarul. Én úgy gondolom, hogy ez egy hatalmas vívmány, és hát én ezzel is csak azt tudnám mondani, hogy íme jön a megerősítés, hogy a Bábesbolyai Tudományegyetem szakemberei ebben a doméniumban olyannyira jók, hogy bekerültünk a világon az első, ugye mondjuk azt az első 200-300 egyetem közé, ami hát egy kiváló minősítés. De hasonlóan, hogyha megnézzük ezt a rangsort, akkor a matematika, a földtudományok és még jó néhány területen nagyon jól állunk, tehát bent vagyunk az első 500-ban. Hát zárjuk akkor ezzel a gondolattal, és reménykedjük, hogy ez így marad. Köszönöm szépen a befáradt. Én is köszönöm szépen a meghívást.